Fazekas László vagyok, tisztelettel köszöntöm Önöket ezen a gyönyörű nyári napon, talán az idei nyár egyik utolsó napja a mai, hiszen a következő napokban már picit változik az időjárás, de koncentráljunk most erre a nyári napra, és azon belül ugye szeptember 18-ára, 16-ára, ami ugye 1987 óta, 29 évvel ezelőtt történt ugyanis, amikor 46 ország az első körben aláírta a szatoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló montreali egyezményt. Szóval 1987 óta az ózon világnapja, engedjék meg egy picit közelebb jöjjek Önökhöz. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Nemzeti Hulladékhasznosító, Koordináló és Vagyongazdálkodási ZRT és az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. Által az Ózon világnapja alkalmából szervezett, rendezett, tematikus, nyílt szakmai napon. Tisztelettel köszöntöm kedves megjelent vendégeinket, először is Weingartner Balázs urat, a Nemzeti Hulladékhasznosító, Koordináló és Vagyongazdálkodási Elnök vezérigazgatóját az ZRT-nek, Csontos István urat, a Fővárosi Közterület Fenntartó ZRT vezérigazgatóját. Dr. Bulla Miklós urat, az Országos Környezetvédelmi Tanács főtitkárát. A hivatalok képviselőjét, Jász Nagykunszolnok megyei kormányhivatal részéről, a Természetvédelmi és Környezetvédelmi Főosztály részéről, dr. Nemes Gábor urat, Katonáné Olgát és Semsei Sándornét. Karcagváros önkormányzatának képviselőjét, Kovács Szilviát, alpolgármester asszonyt, és Rózsa Sándor urat, városi jegyzőt. Tisztelettel köszöntöm a Jász Nagykunszolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját, Matuska Zoltán ezredes urat, és nagy tisztelettel Lévai Kálmán ezredes urat, a karcagi kirendeltség vezetőjét. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat Teleki Zoltán alezredes úr, a karcagi városi rendőrkapitányság vezetője, akinek itt volt, de sajnos el kellett menni, a hivatali ügyei elszólították. És nagy tisztelettel köszöntöm házigazdánk részéről Puskás László ügyvezető igazgató urat, akit meg is kérek, hogy néhány szóban köszöntse a kedves vendégeket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és tisztelettel köszöntöm a kedves egybegyűlteket, kedves vendégeket. Először is programon kívül elnézést szeretnék kérni a csúszásért azoknak, akik nem a 4-es utat választották. Nem tudtuk, hogy az útépítés folytatódik, úgyhogy ez volt a legfőbb oka. Reméljük, hogy hamarosan autópályán tudunk haladni a 4-esen is, és akkor ez elkerülhető lesz. Még egyszer nagyon, nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Elfogadták a meghívásunkat ide Karcagra, vagy ahogyan mi hívjuk itt szűkebb körben, elfogadták meghívásunkat a Kunság fővárosába. Egyformatából vagyunk nagyjából az ország minden pontjától, ezért is vagyunk most itt, ezért is működik ez a kis gyárunk itt. Külön köszönném az NKHV ZRT részéről azt a lehetőséget, hogy országos projektjükhöz, ami szoros, rendszeres együttműködést kíván létrehozni a hulladék feldolgozókkal, első színhelyül bennünket választottak. És én úgy gondolom, hogy ennek a feladatnak, mint ahogy eddig is a korábbiaknak, maximálisan meg fogunk felelni. Köszönöm még egyszer, és kívánom, hogy a mai nap nagyon sikeres legyen mindenki számára. Köszönjük szépen, igazgató úr! Mielőtt folytatnánk, engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem a tulajdonosokat, és természetesen Busi Lajos urat, aki az OKTF igazgatója, közben megérkezett, és az Elektronikai Hulladék Hasznosító Kft. Tulajdonosait, az Alkúfer Kft. Képviselőjében Horváth Ferenc urat, a HOSZ elnökét, dr. Székely István urat, az Info Kft. Tulajdonosát, Molnár Gusztáv és Fehér Tibor urakat, a Selektor Kft. Tulajdonosait,
Varga József urat, az IMSIS Kft. Tulajdonosát. Valamint Kacsó Tibor urat és Hol László urat, a Novogreen Kft-től. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most pedig meg szeretném kérni Weingartner Balázs, elnök vezérigazgató urat, hogy köszöntse a vendégeket és nyissa meg rendezvényünket. Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretnék köszönteni mindenkit, és örülök, hogy ilyen szép száma itt a közlekedési nehézségek ellenére elfogadták a meghívásunkat. És ami külön öröm számomra, hogy a szakmai képviseletek közül ilyen sokan vannak itt. Ugye Puskás ügyvezető úr már mondta, hogy egy, mondhatnám így, egy hosszú távú tervünknek talán ilyen nulladik lépéseként vagyunk most itt. Hiszen az elmúlt időszakban ugye megküzdöttünk azokkal a kezdeti nehézségekkel, amik talán kicsit hosszabbra is nyúltak, mint terveztem, de ugye mégiscsak ugye az NHKV ZRT-nek a napi működési gondjait ugye sikerült leküzdenie, és úgy gondoltuk, hogy itt az idő ugye megindítani azt a folyamatot, amely az általunk már korábban ígért hulladékgazdálkodási irányelveknek a szakmai gondolatok mentén történő újragondolása, és ha mondhatom így, egy stratégiai jellegű átalakítását tudja jellemezni, és ebben a helyszín is emblematikusan lett kiválasztva pontosan azért, hiszen úgy gondoljuk, hogy a hasznosítás ugye az az irány, amely ugye a közszolgáltatók működésével együtt, vagy a velük való közös együttműködést sikerre vive, a hasznosítók azok, akik ugye a legjobban tudnának segíteni nekünk abban, hogy ugye azt a nullás gazdálkodást, ha mondhatom így, vagy non-profit gazdálkodást, amit ugye 12-ben a kormányzat megfogalmazott célként, ugye elérjük, és a közszolgáltatók ugye az egyik oldalon ne a mindennapi gondjaikban a finanszírozással küzdjenek, ugye, és ennek tükrébe tudjuk nekik biztosítani a haszonanyagok minél teljesebb körben történő begyűjtésével és a hasznosítókon keresztül történő felhasználásával azt a teljességet, amellyel úgy gondoljuk, hogy a magyarországi hulladékgazdálkodásnak ez az iránya hosszú távon fenntarthatóvá válik. Ugye egy kicsit így történetileg, ugye két éve kezdődött ugye itt a karcagi üzemnek a működése. Immáron úgy gondolom, hogy letette azokat a érveket és bizonyítékokat ugye az asztalra, amelyek megmutatják, hogy itt a hazai környezetben milyen helye van egy ilyen stratégiailag fontos, környezetkímélő és úgy gondolom, hogy világszínvonalú technológiának, és hogy mennyire jogos az a elképzelésünk és elvárásunk, hogy ugye, ha lehet, akkor itthon hasznosítsuk azokat az értékeket, amelyeket a hulladékból ki tudunk nyerni. Kifejezetten ugye az volt a tervünk, ugye itt, hogy a mai ózon napot, mondhatom így, meglovagoljuk, hogy ugye kiemeljük annak fontosságát, hogy egy ilyen háztartási cikk, mint például ugye a hűtőgép, vagy éppen az itt feldolgozásra kerülő különböző lakásunkban is megtalálható elektronikai cikkekkel, vagy azoknak a fontosságával, ugye elindítsuk egy olyan szemléletnek a lakosságba történő beültetését, és ha lehet azt mondani, talán megteremtését és minél jobb kiszélesítését, hogy ugye azok a korábbi elgondolások, hogyha valaki veszélyes hulladékot emleget, akkor az káromkodásnak számít, és a lakosság rögtön tiltakozólag lép fel. Ezt, hogy kiterjesszük arra, hogy azért a veszélyes hulladékok körét, vagy éppenséggel a káros anyagok körét, ugye ezek a háztartásban megtalálható napi cikkek is ugye tudják jelenteni, és hogy ezeknek a begyűjtése mennyire fontos. Hiszen ugye pont ugye, amikor legutóbb itt volt a műzelem látogatáson, nekem ugye valamilyen szinten az újdonság erejére hatott, hogy a freonról, ugye ezt sokat hall az ember, de ugye azt mondjuk én például nem tudtam, hogyha már a hűtőnek ugye a szélét leszedik ugye ellenőrzetlen körülmények között, ugye mivel a freon buborékok benne vannak ugye ebben a habban, ami ugye szigeteli a hűtőt, már attól, hogy lerántják róla ugye ezt a külső borítást, már megindul a freonnak a felszabadulása. Ez ugye tulajdonképpen szerintem mindenki találkozott azzal a példával hétköznapi szinten, hogy egy hűtőt, ha látunk az erdő szélén kirakva, ugye arról már valaki gondosan leszette ugye az alumínium,
aluminiumot, vagy éppen a műanyagot a széléről, de a hab az ott van hagyva az út szélén, és abból a freon kipárolgása, tulajdonképpen előzetlen körülmények között szépen lassan, ugye, ahogy a környezeti hatások érik, folyamatosan történik. Természetesen ugye egy ilyen minimális mértékben, de mégis egy elhúzódó folyamatnak a része. Ezért ugye abban szeretném én most a legfontosabb mai üzenetként itt a szakmai képviselőket és ugye Puskás úrral kötendő együttműködési megállapodásunknak is ez a legfontosabb üzenete talán, ha mondhatom így, hogy valamilyen szinten közösen szálljunk csatába azért, hogy a haszonanyagoknak a begyűjtését minél szélesebbé tegyük. Ezeknek a társadalmi szemléletét, ha lehet, közösen minél mélyebbre juttassuk el, ragadjuk meg ehhez a fiatalokat, hiszen ugye tudjuk jól, hogy azért a szemléletet onnan lehet talán a legkönnyebben irányba tenni, és induljunk el egy olyan úton, amellyel ugye ezeket a napi fogyasztási vagy otthon használt cikkeket biztosítani tudjuk, hogy a megfelelő helyre kerüljenek. Ehhez ugye nekünk nélkülözhetetlen partner a közszolgáltató, ugye nélkülözhetetlen partner a hasznosító, és a legnélkülözhetetlen partner a lakos. Úgy gondolom, hogy erre vonatkozóan a közös stratégiának a felállítása az elkövetkezendő hónapokban meg kell, hogy történjen. Ezt mi igyekszünk azzal megtenni, hogy nem mondom azt, hogy az élére állunk ennek, de próbálunk folyamatosan a kormányzat felé is kérésekkel élni ennek a támogatására, és egy egységes kommunikációs, egységes jogszabályi háttérnek a megteremtésével, ugye a közszolgáltatókat és a hasznosítókat is képviselve ezt az irányt meghatározni. Én tényleg csak annyit szeretnék kérni, hogy ebben való támogatásról biztosítsanak, és ugye mindenki, ahogy eddig is, az ötletével, elképzelésével, tapasztalataival jöjjön hozzánk, és igyekszünk minden gyakorlati elképzelést a megvalósítás során figyelembe venni, hiszen valljuk be, azért nincs sok időnk, hogy ugye megugorjuk itt a már EU-s kötelezettségként is lévő számukat, és ugye arra sincs sok időnk, hogy a környezetünket megóvjuk, és azt a tendenciát, ami az elmúlt időszakban tapasztalható volt, hogy ugye a lakossága hulladékudvarok helyett azért sokszor a erdőt választotta, vagy éppenséggel ugye a természetvédelmi környezetünket, ami még rosszabb. Ezt a szemléletet visszafordítsuk, és egy olyan pályára tegyük, amellyel úgy gondolom, hogy egy közös érdekünket tudjuk megvalósítani, és el tudjuk érni azt a környezeti hatást, amely már a mindennapjainkban is érződik, és ha mondjuk a gyermekeinket, vagy éppen ugye kiki már az unokáját elviszi sétálni az erdőbe, akkor nem azon kell bosszankodjon, hogy oda kell figyeljen, hogy hova lép, mert éppen az építési törmelék, vagy a eldobott hűtő, vagy a mikrohullámú sütőnek a maradványa esik keresztül, hanem tényleg egy megnyugtató környezeti hatást látunk magunk körül, és a természet visszanyerheti azokat az értékeket, ami valóban az övé. Köszönöm szépen, és igyekeznénk is ugye a napot itt Puskás úrral egyeztetve szakmaira venni. Tehát az előadások során, valamint ugye egy üzemlátogatás során is próbálnánk ugye azt a technológiát és azt a hitet ugye megmutatni az itt lévőknek, amiben kérjük a közös gondolkodást. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Weingartner Balázs úrnak, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT igazgatójának. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, most meg szeretném kérni Kovács Szilvia HR igazgatóasszonyt, hogy olvassa fel dr. Fazekas Sándor földművelési miniszter úr köszöntőjét, köszöntő szavait. Tisztelt elnök vezérigazgató úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Az Ózon Világnapja alkalmából tisztelettel köszöntöm a Karcag városában megrendezésre kerülő tematikus szakmai nyílt nap és konferencia neves előadóit és minden kedves résztvevőjét. A szakmai nap fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy kormányunk is kiemelt fontossággal kezeli a környezetvédelem kérdését. Olyan programok, pályázatok és fejlesztések indultak el, melyek az ózonvédelmét, levegőnk és környezetünk tisztaságát óvják, mosógép és hűtőgép csereprogramok,
napenergia hasznosító rendszerek megvalósítása, vagy említhetném a környezetkímélő elektromos meghajtású járművek egyre növekvő elterjedését is. Az elektronikai hulladékok kezelésében, újrahasznosításában önök a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT, valamint az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. Kulcsfontosságú szerepet töltenek be, ezért is üdvözlendő a két szervezet jövőbeni együttműködése. Kívánom, hogy közös munkájuk során valósuljanak meg céljaik, védjük meg környezetünket a jövő nemzedéke számára. Budapest, 2016. szeptember 16. Dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter. Köszönjük szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Most meg szeretném kérni Puskás László urat, az EHUL ügyvezető igazgatóját, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a előttem elhangzott ajánló szavakat, és úgy gondolom, hogy most van az a pillanat, amikor rá tudunk térni arra, hogy egy kicsit ilyen mindennapi kifejezéssel élve zoomoljunk arra a világra, amiben élünk, amiben dolgozunk. Tehát beszéljünk egy kicsit magunkról, erről az eseményről, és egészen pontosan arról, hogy Ózonvilágnapja. 2016. szeptember 16-án vagyunk, ami azt jelenti, hogy egy év hián 30 évvel ezelőtt Montrealban került aláírásra ez a jegyzőkönyv, amire sokan hivatkozunk, mindannyian hivatkozunk a mai nap során. Közel 30 éves, és akkor 46 ország csatlakozott hozzá. Külön nem szeretném felolvasni a sorokat, de mint érdekesség kiemelném, hogy gyakorlatilag az aláírást követően 2 évvel Magyarország is csatlakozott ehhez az egyezményhez, és az egyik legsikeresebb eddigi egyezményről van szó. Természetesen a nevében is benne van, hogy arról szól, hogy hogyan óvjuk meg a földünket körülvevő ózonréteget, és igazából arról szól ez, hogy hogyan szabályozzuk az ózonkárosító anyagok előállítását, illetve ha már előállításra kerültek ezek az anyagok, hogyan dolgozzuk fel úgy, hogy tovább ne szennyezzük vele az ózonréteget. Mielőtt a gyárunkról és a gyártásról beszélnénk, úgy gondoltam egy dolgot érdemes ide beemelni, hogyha átmegyünk az internetes linkre, már ott is vagyunk, és megkérem Sanyit, hogy nézzük meg mondjuk a 60-as éveket. Ez gyakorlatilag egy statisztika az ENSZ-től, ami azt mutatja, hogy hogyan változik a népesség a Földön. Mondjuk úgy a 60-as években, ha megnézzük, akkor körülbelül közel 3 milliárdan voltunk a Földön. Kontinensenkénti megosztások is ott vannak, de azért érdemes belegondolni, akik itt ülünk, többnyire 50-es, 60-as, 70-es években születtünk. Van, aki 80-as, főleg a fiatal arcokat nézve. De ez 3 milliárd. És hogyha most ezt a csúszkát elmozgatjuk olyan 2016-ra, már bizony 8 milliárd. Elég hiteles a statisztika, hiszen itt tartunk most. Az ENSZ folyamatosan ellenőrzi, és ha elgurítjuk 2100-ig, ami egy ilyen előrejelzés, ott bizony már 11 milliárdról beszélünk. Magáért beszél ez a rajz, olyan szempontból nagyon érdekes, hogy például az afrikai kontinens mennyire óriási népesedést tud maga mögött, ahogy az évek telnek. Talán Európa és Ausztrália az, ami nagyjából azonos népességgel reprezentálja magát. De mielőtt tovább mennénk a népesség elemzésben, én azt szeretném elmondani, hogy az, hogy ilyen mértékben növekszik a Föld népessége, ez együtt jár minden esetben a fogyasztás növekedésével. A fogyasztás növekedése együtt jár azzal, hogy megjelenik a használt hűtőszekrény, megjelenik a használt mikrosütő, megjelennek a használt elektronikai berendezések, akár porszívó, akár hajszárító. Tehát rettenetesen növekvő az az igény, amely arról szól, hogy hogyan is dolgozhatjuk fel ezeket úgy, hogy újra hasznosíthatók legyenek. Egyszerűen azért, mert azok az anyagok, amelyekből hűtőszekrény készül, vagy mikrosütő, vagy hajszárító, azok az anyagok, azok véges mennyiségben állnak a rendelkezésünkre. A mi kis üzemünk pont erre orientál, pont ezen dolgozik, ezen munkálkodik, hogy minden, ami ide bekerül
mint most szándékosan így nevezem, mint alapanyag. Minden, ami bekerül alapanyagként, az 98%-ban feldolgozásra kerül. Legyen az hűtőszekrény, legyen az más elektronikai berendezés, vagy legyen éppen valami kézibontásra alkalmas berendezés. Egy kicsit az üzemről, a múltból. Három évvel ezelőtt indultunk termelni. Természetesen a termelés indulását megelőzte egy beruházás. Arról gondoltam, hogy három képet mutatunk, és már is megyünk tovább. Így szépültünk, és aztán itt tartunk ma. Ehhez az üzemhez érkeztek a mai napon. És akkor ez a technológia, amivel most dolgozunk. Elektronikai hulladékhasznosító Kft. Sokan sokat tudnak róla, sokan nem olyan sokat. Van egy nagyon kiváló berendezésünk, amely alapvetően két tevékenységre orientált, hűtőszekrény feldolgozásra és elektronikai berendezések feldolgozására. Átlépnénk a hűtőfeldolgozásra, anélkül, hogy műszaki paraméterekbe belelépnék. Néhány fontosabb gépet itt kiemeltünk. Különösen izgalmas itt az a láncos törőberendezés, ami egyedülálló, és kolléganőim majd fogják prezentálni, hogy nagyjából 1,2 perc az az idő, ami alatt egy darab hűtőszekrényt ez a láncos törőberendezés apró darabokra, gyakorlatilag granulátumokra tör. Ez a hűtőfeldolgozó sor, ha tovább megyünk, igen, ez gyakorlatilag minden háztartási hűtőt több lépésben feldolgoz. Ami megint csak érdekes, és Balázs már említette is, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy az a ózon romboló gáz, ami gyakorlatilag nem más, mint a hűtőközeg. Egy hűtőszekrényben kb. 50-50%-ban található az a gáz is, ami nem a hűtőközeg, hanem a púrhabban van benne, és ez gyakorlatilag a púrhab törését követően el is távozik a púrhabból. A technológiánk alkalmas arra, hogy teljesen zárt nitrogénvédőgáz alatt működő rendszeren keresztül a púrhabból is el tudja távolítani ezeket a gázokat. Úgyhogy ezúton itt is kell, hogy jelezzem, hogy az a termék, és nem hulladék, hanem termék, amit előállítunk a púrhabból, és ezt púrpornak hívják. Ez a púrpor, ez már mindenféle káros gáztól mentes anyag, és hát nagyon sok területen hasznos alapanyag, akár építőanyagnál, akár más területen. Ugye a hűtőfeldolgozás végeredménye pedig az, hogy különböző anyagok kerülnek ki, ahogy említettem, 92-98%-os hatásfokkal dolgozunk fel mindent. A legfőbb kijövő termékek az alumínium és a réz, a vegyes műanyagok, illetve a kompresszor. Ezek a legfontosabbak, természetesen sok más is található még. Igen. A másik tevékenységünk, ami nagyon speciális, nagyon egyedi, és nem is lehet igazából gépesíteni, a kézibontás. Tehát amikor olyan elektronikai berendezések érkeznek hozzánk, amelyek nem szabványos méretűek, nem mindennapi méretűek, nehezen automatizálható a szétbontásuk, miként az a képen is látható, külön munkahelycellák vannak, amelyeknél ezek a bontási műveletek megvalósulnak. És a megvalósulás során, ha tovább megyünk, a megvalósulás során ezeket a háztartási gépeket, barkácsgépeket, vagy éppen most elég jelentős mértékben érkezett hozzánk italadagoló automata, illetve játékgép, ezeket is kézibontással tudjuk bontani. Nagyon, nagyon erős a piaca, és ennek mi nagyon örülünk, nagyon erős a piaca a különböző alaplapoknak, nyákoknak, processzoroknak, és ezekben a gépekben, hál' Istennek, kellő mennyiségben találunk ilyeneket is. Itt pedig néhány képpel illusztráljuk is azt, hogy mit találunk a kézibontás során általában ezekben a gépekben, amit szívesen értékesítünk. Természetesen az alumínium és a réz, külön a vörös réz, illetve különböző osztálybesorolású nyáklapokat. A harmadik helyen, és ezzel a harmadik fő tevékenységünket is említeném, harmadik helyen az elektronikai hulladékfeldolgozás áll, ami gyakorlatilag ugyanazzal a gépsorral történik, csak máshol van a beadagolás, és kapcsolódik még hozzá egy kézi válogatás is, ugyanazzal a gépsorral történik, mint amit a hűtőbontáshoz felhasználunk. Ha tovább lépünk, akkor annyit érdemes róla megjegyezni, hogy itt is a megfelelő törési eljárások után
és kézi válogatás alkalmazásával kerül neki különböző frakciók. Ezek a frakciók most láthatjuk is a következőképpen. Ezek a fő frakciók, ezek saválóanyagok, vegyes műanyagok, illetve aprított lemez hulladék. Legújabb logónk, amit most már hűtőmágnes formájában is megtalálhatunk, legújabb logónk pedig jelzi azt, hogy várjuk a következő, mi csak így nevezzük házon belül, hogy HGC, azaz hűtőgépcsere programot, és reméljük, hogy minél több elektronikai berendezés nálunk kell. Én azt mondanám, hogy nem itt találja meg az útja végét, hanem nálunk fog új életre kelni, mert hogy mi ezen dolgozunk, hogy új életre kerüljön. Köszönöm szépen mindenkinek még egyszer, és további szép napot! Köszönjük szépen Puskás László ügyvezető igazgató úrnak. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek, egy újabb előadás következik. Nagy tisztelettel megkérem Horváth Ferenc urat, a HOSZ elnökét, az Alukfer tulajdonosát, hogy tartsa meg előadását Magyarország hulladékgazdálkodásának jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt igazgató hölgyek és urak! A Hulladékgazdálkodók Országos Szövetség nevében nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiunkat szövetségünk mottójával, a hulladék a feldolgozókkal kapcsolatos mondat a következőkben hangzik: a múzeumok őrzik a múltat, a hulladékfeldolgozók pedig a jövőt. Ezeknek a gondolatok jegyében is szeretném önöket köszönteni, és a Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége Egyesületének Szövetségének kifejezni azon gondolatait, amelyek ezzel az eseménnyel kapcsolatban itt előfordulnak, és számunkra ezt tolmácsolni tudjuk önök felé. A szövetségünk 25 éve alakult, idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját 1991-ben alapították, és döntően azok a hulladékgazdálkodók alapították az Egyesületet, akik ezt a szakmát művelték, vagyis gyakorlatilag a versenyszférának, az éppen éledező versenyszférának a képviselői. Jelenleg a szövetségünk 51 tagot számlál, és hasznosítható hulladék mennyiségének nagysága meghaladja az 1.600.000 tonnát, amit feldolgoznak és hasznosítanak. Amellett foglalkoznak természetesen veszélyes hulladékokkal is. Legfontosabb cikkei ezeknek az acél, a fémek, a papír, a műanyag, az akkumulátor, az elektronikai hulladék és újabb üzletágként a bontási hulladékok is megjelentek, aminek szintén anyagára. Ezen kívül még roncsautó is ide tartozik, amivel foglalkoznak a tagvállalataink. Tulajdonképpen üdvözöllő az a szándék, amit az állami szféra is észrevett és a kormányzati szervek, hogy ahhoz, hogy Magyarország teljesíteni tudja azokat a saját magával szembeért az EU által támasztott elvárásokat is, ami a körkörös gazdaságból adódik, a hasznosítható arányok az EU direktívák teljesítéséből adódik, ahhoz mindenképpen szükséges az, hogy a versenyszféra tapasztalatait is ebbe a ágazatba bevigyék, vagyis hát a magán szektor és az állam megtalálja azokat a közös pontokat, ahol egymást erősíteni tudja. Ennek a folyamatnak egy-két jeles állomása volt ebben az évben, amikor 2016. március 22-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és 2016. május 19-én pedig a Földművelésügyi Minisztériummal is aláírta a szövetségünk a stratégiai együttműködési megállapodást, amivel egymás tevékenységét segíteni a közös cél érdekében. Megjegyzendő itt, hogy egy újabb állomásai lehetünk, miután a szövetség ezt megtette,
az állam ezt a dolgot vele, ezt követően már az állami szervek, illetőleg a vállalatok, mint az NHKV és az egyik tagvállalatunk, az elektronikai hulladék hasznosítónak a megállapodása jött létre. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen, amit csak üdvözölni tudunk. Nagyon fontos dolog, amivel indítottam ezt a gondolatokat, hogy mi minden fontos a hulladék hasznosításban és miért van. Ez tulajdonképpen nem öncél, mert itt az ózonvilágnapja is azt mondja, de egyébként is, hogy gazdálkodni kell az erőforrásainkkal. Olyan jellegű gazdálkodást folytatni, a hulladék hierarchiában mindannyiunk számára ismert az újrahasználat, az anyagában történő hasznosítás, amennyiben ez nem történik meg az energetikai, és végső esetben a helyes ártalmatlanítás, mert akkor arra is szükség van. Itt például, ha az elektronikai hulladék hasznosító Kft.-nek a kimenő oldalát nézzük, legnagyobb részben az acél a kimenő oldala, ugye a fémek és ugye a műanyagok, amiket hasznosítanak. Ha csak az acélnál megnézzük, egy tonna újrahasznosított acél 75% energetikai megtakarítást jelent az egyébként ércből bányászott acéllal szemben. Ugyanúgy új nyersanyag igényként ugyanez 80%-os megtakarítást jelent ebből a dologból. Ez mutatja, hogy mennyivel környezet kimélőbb ez az eljárás, és mennyiben jósárfárkodunk azzal, hogyha használjuk a dolgokat, újra hasznosítjuk azokat a haszontalanná vált tárgyakat, amiket egyébként lecserélni. Ez szükséges, hogy ez jól menjen. Felismerte ezt a jogalkotó az állam, szükséges az állami cégek, itt a közszolgáltatókat képviselő NHKV, és szükséges a magánvállalatok összefogása is, azoknak a tapasztalatai is szükség van, hogy a tapasztalataik folytán sikerüljön nekik a költséghatékony működés, a megfelelő hasznosítási arányok elérése, és ezeknek a értékesítésben, hasznosításban nyújtott tapasztalatai szintén. Tehát ennek a kettőnek egymásra kell épülni, hogy ezeket a célokat teljesíteni tudjuk, és ezek a célok nem öncélúak. Amikor ezeket mondtuk, hogy energia takarítunk, mint nyersanyagot, akkor visszatértünk az ózonhoz. Egy újrahasznosított anyagból készült tárgy fele terhelést nem jelent az ózonnak, mint amikor kibányásszuk a hegyeinket és a nyersanyagainkat feléjük, ahelyett, hogy a jövő nemzedékének megérni. Tehát aki a hulladékgazdálkodásba, a környezetiparba fektet, az ne higgye azt, mi is tudjuk már tulajdonosok itt, hogy ez egy gyors profit megtérülést jelent. Gyors felépülés. Az a jövőbe is fektet. Az felelősen gondolkodik a környezete iránt, felelősen gondolkodik a társadalom iránt, felelősen gondolkodunk hazánk, Magyarország környezeti állapotok, de ugyanúgy Európa, de akár a földgolyónak az állapota iránt. Ezeknek a gondolatok jegyébe kívánok sok sikert a két cégnek a további működéshez és az aláíráshoz. Tisztelettel köszönjük Horváth Ferenc elnök úrnak, tulajdonos úrnak. Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim, most kérem, hogy hallgassák meg dr. Székely István úr előadását, az InfoKft. Tulajdonosa következik. Tisztelt hölgyeim és uraim, én nem előadásra készültem, a tulajdonosok nevében igyekszem megvilágítani azokat a szempontokat, amelyek alapján ide befektettünk. Először is az itt Karszakon befektető magyar családi vállalkozások nevében sok szeretettel köszöntök minden résztvevőt, minden jelenlegi és potenciális üzleti partnerünket, és természetesen mindazokat, akik ezt a rendezvényt megszervezték.
köszönjük, mert a tulajdonosok szempontjából jól esik az, hogy azok az erőfeszítések, amelyeket a magyar családi vállalkozások itt a Karcagi Ipari Parkon belül a hulladékhasznosítás terén tettek, azt az állam is észreveszi. Köszönet érte. Itt nem csak az elektronikai hulladékhasznosító Kft. Tulajdonosai nevében, hanem a Karcagi Ipari Kft. Nevében is köszöntök mindenkit, hiszen az elmúlt 6 évben ebben az ipari parkban valósult meg, úgy gondolom, Magyarországon 2 olyan előremutató fejlesztés, amely példamutató európai szintű, sőt világszintű technológiát hozott ide Karcagra, a Nagykunság fővárosába, és ez a 2 befektetés, 2 beruházás mintegy 7 milliárd forintos befektetéssel valósult meg. Köszönjük azt is, hogy ezt uniós forrásból tudtuk megvalósítani, de az uniós források mellett nagyon jelentős saját tőkét és hitelforrásokat is kellett mozgósítanunk ahhoz, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Érdekes eznek a beruházásnak a folyamata, mert 4 évvel ezelőtt kezdtünk ezen gondolkodni, először egy luxemburgi befektetővel, de mivel a luxemburgi befektető azt kérte, hogy előre garantáljuk az árbevételt, az anyagárakat, meg minden egyéb más dolgot, ez a befektetési tárgyalás igen gyorsan véget ért, rámutattam az ajtóra, hogy elnézést, de azok ott tartózkodnak az ajtón kívül, és 2 hónap alatt magyar befektetők részvételével összerögtük a Kft-t, nem úgy, hogy beszélgetünk róla, hanem 500 millió forinttal megalapítottuk a elektronika hulladékhasznosító Kft-t, és már ennek birtokában kezdtük el tervezni a technológiát, természetesen a szakmai befektetők iránymutatása alapján az ingatlanokat és mindazt az objektumot, amit mi itt látunk, és mikor láttuk azt, hogy mit akarunk, tudtuk mindig azt, hogy legkorszerűbbet, világszínvonalat kell létrehozni, akkor megfelelő üzleti terv alapján, ugye akkor mentünk el támogatásért a magyar államhoz, amely hál' Istennek támogatásban részesített bennünket. Hasonlóképpen működött, mert ez a mi beruházásunk, ez 4 milliárd forintos beruházás volt, a Reszipet Kft., a PET palac újrahasznosító üzem, az pedig 3 milliárdos beruházás. A 2 beruházás együtt nálunk jelenleg több mint 100 főt, a Reszipetnél, jól tudom, 50 fő munkahelyi teremtést jelent, és mikor ezek a termeléseink felfutnak, jövő év végére úgy gondoljuk, hogy a 2 üzemben mintegy 250-300 fő fog dolgozni. De nem csak azokat a munkahelyeket teremtettük meg, amelyek itt Karcagon létrejöttek, hanem a háttérszervezések következményeként mi számoljuk, hogy még legalább ugyanennyi munkahely teremtődött. Tehát igenis értelmes célra, legkorszerűbb megoldással még ebben a rendkívül nehéz iparágban is lehet célokat kitűzni, de azért azt is meg kell, hogy jegyezzem, hogy azért, mert ahhoz, hogy ez tudjon normálisan működni, ez a termeléshez kötött támogatásokra is szükség van. Ha nem lenne termeléshez kötött támogatás, mint hogy ez egész Európában is működik, akkor ez az üzem, de a többi más üzem sem tudna életképes lenni. És itt szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy ugye ezek a támogatások most már évek óta stagnálnak, tehát nincsenek többlet támogatások, és a világpiaci árviszonyok pedig a kinyert nyersanyagok továbbértékesítése kapcsán úgy alakultak, hogy jelentős csökkenés következik be. Az egész iparágat nem tudom elmondani, de azt én látjuk az idei számokból, hogy közel 200 millió forint árbevétel kiesésünk lesz, csak az anyag továbbértékesített anyagok árcsökkentéséből adódóan. Ezt nem lehet kigazdálkodni akkor, hogyha mi tisztességesen fizetjük az alvállalkozóinkat, a beszállítóinkat, és természetesen tisztességesen fizetjük a munkatársainkat is. Büszkék vagyunk arra, mi tulajdonosok, hogy itt Karcagon természetesen a támogatásokat is szem előtt tartva, de önmagunktól is vezérelve nem minimálbéren foglalkoztatjuk a dolgozókat.
Tehát úgy gondolom, hogy a térségi átlaghoz képest magasabb vízszínvonalat biztosítunk. Természetesen lassan most már azt is megszokják az itt dolgozók, hogy magasabb követelményszint is támasztunk, hiszen akkor tudunk többet fizetni, hogyha ennek a fedezete megteremtődik a bevételekből. Tehát kérjük azt az állami szerveket, hogy a támogatási rendszereket, a folyó támogatási rendszereket, amelyek 3 év stagnálás alapján ezeket a változásokat is figyelembe véve mindenképpen erősíteni kell ahhoz, hogy legyen jövőképünk. Mert Horváth úr, az egyik főtulajdonosok elmondta, hogy ugye biztos jövőre képzeltük el ezt a társaságot. Ez valóban egy nagyon stabil, nagyon jó hosszú távú befektetés, de ugye egyelőre még mi azt látjuk, hogy nagyon sokat be kell tenni ebbe a rendszerbe. Természetesen mi annak idején vállaltuk, hogy amikor kellett, ugye forráshiány volt, akkor nem elsősorban az államhoz kuncsorogtuk, hanem mi magunk tettük fizetőképessé a céget, és most már gondolom, hogy minden beszállító érzékeli és érzékelheti azt, hogy mi, illetve ez a társaság pontosan határidőre fizet, hiszen akkor tudunk olyan bizalmat felépíteni, amely egy bizalom nélkül egy ilyen befektetés hosszú távon nem tud működni. Azt is el kell mondanom, hogy 3 év alatt sok tapasztalatot szereztünk, és mint ingatlan fejlesztő nem biztos, hogy még egyszer ugyanerre az útra lépnék, ha jelenlegi támogatási rendszereket veszem figyelembe, de ha kialakul ez a stratégia együttműködés, látjuk azt, hogy megvan egy biztonságos anyagbeszállítási rendszer viszonylag biztosabb és stabil alapokon, és azt látjuk, hogy a fedezete megteremtődik a további fejlesztéseknek, hiszen a fejlesztéseknek akkor mi tudunk további fejlesztésekben gondolkodni, itt az ipari parkon is belül, hiszen itt még elég jelentős területeink vannak, hogy további fejlesztéseket tudjunk eszközölni. Tudjuk jól, hogy meg kell oldanunk még a purhabnak a hasznosítását, a vegyes műanyagoknak a hasznosítását, és ez csak új fejlesztésekkel, akár kutatásfejlesztési pályázatok benyújtásával lehetséges, de ezekben is gondolkodunk, és merünk is, és tudunk is, és akarunk is gondolkodni, akkor, hogyha a világpiaci árváltozások miatt rugalmasabb támogatási rendszer bevezetésére van lehetőség. Rugalmasabb és mindenképpen magasabb. Ugye nem csak a itteni karcagi fejlesztésekre mondom én ezt, mert az iparágból halljuk azt, hogy ez egyenlőre a szerény túléléshez elegendő, de ahhoz, hogy további fejlesztéseket alapozzunk meg, erre ez a támogatás nem elegen. Ez az a támogatás, folyó támogatás, amit jelenleg kap a elhull és kap a hulladékhasznosító iparág, ez biztos, hogy nem elegendő. Azt is szeretném még elmondani, hogy 3 év alatt ugye itt sok mindent át kellett gondolni, menedzsment feladatokat meg kellett oldani, itt a karcagi területeken ugye azoknak az embereknek, akik esetleg kacsingottak külföldre, azoknak biztos jövőt kellett biztosítani. Ez akkor tud megvalósulni, hogyha a cég előtt, az itteni vállalkozások előtt is van hosszabb távú jövő. Én örülök és büszke vagyok arra, hogy itt a karcagi fiataloknak és az idősebb munkát vállalni akaró embereknek jövőt tudunk biztosítani. Jövőt tudunk biztosítani ebben a Kft-ben, jövőt tudunk biztosítani a Recipet Kft. Üzemeiben, és jövőt tudunk biztosítani azokban a további fejlesztési elképzelésekben is, amelyen most jelenleg dolgozunk itt az ipari park további megtörtése irányában. Még egyszer köszönöm a tulajdonosok nevében azt, hogy erre a megállapodásra sor kerülhet. Ez nekünk vélhetően nagyobb biztonságot fog jelenteni, és nagyobb reményt a jövőre. Köszönöm a figyelmüket!
Köszönjük szépen dr. Székely István úr, hogy megosztotta gondolatait és javaslatait a kedves közönséggel. Igazgató úr? Egy gyors megjegyzés csak. Ugye közben bizonyára mindenki látta, hogy targonca be, targonca ki. Ez tulajdonképpen nem volt más, mint az, hogy itt jelenlévő targonca azt mutatta mindez idáig, hogy hogyan tápláljuk a gépsort, hogyan fogjuk meg a hűtőket, hogyan rakjuk föl. Ő ki is ment, és aztán visszahozta mindazokat a frakciókat, amelyeket egy hűtőszekrényből mi alapvetően kiemelünk. Úgyhogy ha majd az előadásokon túl leszünk, akkor azokat itt is meg lehet tekinteni, illetve a későbbiek során majd még beszélünk, mint opcionális lehetősége az üzemlátogatásról is. Köszönjük szépen a kiegészítést ügyvezető igazgató úrnak. És akkor mielőtt az együttműködési megállapodás aláírására sor kerülne, kérem őket, hogy hallgassák meg Lukács Zsuzsanna és Parrag Lívia környezetvédelmi referensek előadását, EHUL Kft. Az ózonréteg fontos szerepet tölt be a földi életben, kiszűri a napsugárzásból az UV-sugarakat, védve ezáltal mind bennünket embereket, mind pedig a növényzetet és a élőlényeket, tehát az egész élővilágot. Az ózonpajzsra már az 1970-es évektől fokozódóan kimutatták, hogy csökken a benne található ózonkoncentráció, ezért különböző intézkedéseket hoztak, majd 1987-ben a montreali egyezményt aláírták, és felelősökként a halogénezett szénhidrogéneket, CFC-ket, pentánt és e-klort tették. Ennek eredményei a későbbiekben is látszottak, mert betiltották a szénhidrogének és a halogénezett szénhidrogének használatát, melyhez 2002-ben Magyarország is csatlakozott, és az eredmények a következő ilyen lévő felvételeken láthatóvá válnak, hogy az ózonpajzs elkezdett regenerálódni. A technika rohamos fejlődése következtében a műszaki berendezéseink, az elektronikai berendezések gyors avulás következtében lerövidül az életciklusa ezen termékeknek, ezért ha nem megfelelően vannak kezelve, akkor a bennük található veszélyes anyagok kikerülnek a környezetbe, illetve a bennük található nyersanyagok, hasznos nyersanyagok, melyeket fel tudunk használni, akkor nem kerülnek megfelelően használatra, tehát nem forgathatók vissza újra a termelésbe. Hogy miért is veszélyesek ugye az elektronikai hulladékok? Van különböző veszélyes anyagtartalmuk, melyek, hogyha megfelelően vannak kezelve, tehát nem a kommunális hulladékkal, nincsenek elégetve, nem éri őket a csapadékvíz, így nem tudnak kikerülni a környezetben, nem mosódnak be a talajba, nem károsítják az élővilágot és nem okoznak megbetegedést az embereknek sem. Ha megfelelően kezelik őket, akkor pedig a szakszerű kezelés következtében, hogyha ide már hozzánk is bekerül a telepre, ugye első lépésben leválasztjuk róluk belőlük a hűtőközelként található gázokat, majd miután bekerülnek a rendszerbe, a megfelelő aprítás követően a purhab szigetelés is lekerül róluk, és ezekből is visszanyerjük a bennük található gázokat. A gépünk alkalmas mind a freon, mind a pentán tartalmú hűtőknek a kezelésére, illetve a más, tehát nem csak a hűtők kezelésére, hanem egyéb elektronikai hulladékok kezelésére is. A következő diákon az előbb elhangzottakhoz kapcsolódva szeretnék néhány számadatot bemutatni. Az elektronikai hulladékhasznosító Kft. Éves kapacitása hűtőgép bontást illetően 6000, még egyéb kombinált elektronikából 3000 tonna. Amennyiben egész évben hűtőgép bontást folytatnánk, úgy ez a szám 10-11 ezer tonnára lehetne tehető. Naponta mintegy 1000-1200 darab hűtőszekrény dolgozunk fel, amely körülbelül a 40 tonna hulladéknak felel meg. Egy darab hűtőszekrény feldolgozása a láncos törőberendezésünkkel hozzávetőlegesen másfél percet vesz igénybe. Egy átlagos hűtőben, mint hűtőközeg, 15 dekagram ózonkárosító gáz található, amelyet telephelyünkön gázleszívással távolítunk el, zárt térben, szakszerűen. Így 1000 darab hűtő feldolgozásával naponta 150 kg ózonkárosító gáz légkörbe jutását akadályozhatjuk meg. A napjainkban forgalomba hozott hűtőgépekben
már nem találhatóak meg ezek a káros gázok, és energiahatékonyságuk is jóval magasabb, mint korábbi társaiké, ezért a kormány hűtőgépcsere programjával ösztönzi ezen gépek beszerzését. A hűtőszekrényekben szigetelő anyagként púrhabot használnak, melynek habosításához szintén ózonkárosító anyagokat használnak fel. Egy átlagos hűtőben 6 kg púrhab található, amely por formájában kerül ki a technológiánkból. 1000 kg púrhab 14 kg ózonkárosító gázt tartalmazhat. Ez naponta 1000 darab hűtőszekrénybe vetítve 6000 kg púrhabot jelent, amelyből 84 kg ózonkárosító gázt távolítunk el. Összesítve elmondható, hogy az elektronikai hulladékhasznosító Kft. Naponta hűtőgép feldolgozás során több mint 200 kg ózonkárosító gáz légkörbe való jutását akadályozza meg, ami éves szinten több mint 40 000 kg káros anyagkibocsátást jelenthet. A technológiai végén visszanyert púrpor további lehetőségeket is rejthet magába. Tudni kell róla, hogy ez az anyag hidrofób tulajdonságú, ami azt jelenti, hogy a vizet taszítja, viszont az olajat megköti magába. Saját térfogatának több mint háromszorosát képest felvenni. Vizsgálatok kimutatták, hogy a technológiánk során keletkező púrpor nagy mértékben hasonlít a már Magyarországon is forgalomban lévő osztrák ökopúr termékkel. Ez az ökopúr 8 kg-os kiszerelésben felhasználásával 1,75 tonna szén-dioxid légkörbe kerülése előzhető meg. Cégünk már megkezdte a púrnak ezen irányú felhasználására az előkészületeket, amellyel nem csak az ózon védelmére fókuszálhatnánk, hanem az üvegházhatású gázok csökkentésére is. Köszönjük a figyelmet! Tarag Líviának és Lukács Zsuzsannának köszönjük szépen az előadást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégeink, elérkezett a várva várt pillanat. Nagy tisztelettel meg szeretném kérni Weingartner Balázs elnök vezérigazgató urat és Puskás László ügyvezető igazgató urat, valamint Bíró Rozáliát az NHKV részéről és Kovács Líviát, Szilviát az EHU részéről. Legyenek kedvesek színpadra felfáradni, Szilvia és Rozália is, és az urak is, és történjen meg az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása. Köszönjük szépen, uraim és hölgyeim, önöknek is. Kovács Szilvia, Bíró Rozália, Weingartner Balázs és Puskás László. Szeret, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, ahogy azt korábban az ügyvezető igazgató úr is említette, az előadások után lehetőség van az üzem látogatásra, úgyhogy én meg is szeretném majd kérni Puskás László ügyvezető igazgató urat, hogy a vezetésével akkor az üzemlátogatást az előadások végén most szerintem ejtsük meg, illetve a kérdéseiket is fel lehet majd tenni, akár most, akár útközben az ügyvezető igazgató úrnak. Köszönöm szépen a felvezetést. Azzal folytatnám, hogy ugye meglehetősen sokan az itt lévők közül ismerik a mi üzemünk működését. Természetesen van, aki azért, mert már egyszer látta, más azért, mert még nem látta, szeretné megnézni. Én úgy gondolom, hogy itt opcionális lehetőségek vannak. Munkatársaim készen állnak arra, hogy egy hosszabb körsétával, amennyiben jelentkezők vannak itt az ajtónál, össze tudunk gyülekezni gyorsan, egy hosszabb körsétával megtekintsük a működést, vagy
vagy csak itt elsétálunk oldalt, és egy kordonnal biztosított területről megnézzük a hűtőbeadagolást. Különböző ládákba a különböző alkatrészeket gyűjtögetik, nagyjából fajta szerint, tehát van alumínium, ami tisztán alumínium, külön gyűjtik a számítógépeknek az alkatrészét, a vincsészkereket, ládákat, amit már nagyobb értéket képviselnek, de viszont ebből is van 3-4 fél, amit ők képviselik. Ezek jelen pillanatban nem kerámia processzorok, csak sima műanyag processzorok. Ezekből a kerámia alapú, az annak például kilója 45-50 ezer. A kerámia
monitoron, már kiírja, hogy melyik csíra szorult meg, melyik öregedett program, mi szakadt ebben. Olyan információt ad a gépkezelőknek, hogy csak oda kell menni és megcsinálni. Tehát a kollégákat megkértem, hogy ahogy mondta, ott, hogy azt a 6-8-10 darab hűtőt bedobják, ezen a szalagon felmegy. Mikor tehát eléri a tetejét, akkor megállítja automatikusan magát, mert közben egy őrlési folyamat. Ez ami törje a hűtőgépeket. Valóban úgy működik, mint a pálinka főző, ez egy fűtőkeverő, és akkor rakja bele az anyagot, olyan 80 fokon keveri, hát itt általában nem kilóra, mert minden időre megy, 3000 szekundig kevergeti, és akkor ez a rendszer várandó nitrogéngáz kiszedi a ciklopentánt, és kiviszi a kiakondenzációs toronyba, az meg után csak mint a pálinka főzőnél. Szakasz, amikor a hűtő galvanikusan össze van hozva az alumínium. Köszönöm.